On ikon, zirc on, zirci ikon, zirci koncepció. A zircikon nevében több szójáték el van rejtve. A lényeg, hogy amikor tavaly először megszervezték, jól bekapcsolták vele a fesztiválgombot a Bakonyban. Korábban ekkora rendezvény nem nagyon volt a bakonyi kisvárosban, amit a Bakony fővárosának is neveznek, és épp idén ünnepli városá válásának 40. évfordulóját. Már tavaly az Ircikon Fesztivál alatt kiderült a közvéleménykutatásból, hogy a magas Bakonyban élők visszatapsolnák, és idén is eljönnének erre a fesztiválra. Jön is a folytatás, idén augusztus 18 és 20-a között. Hevesiné Németh Mariannal erről beszélgetek, ő az Irci Önkormányzat turisztikai referense, a tavalyi fesztivál főszervezője, és az ideiben is aktívan közreműködik, főképp a kommunikációs feladatokban. Úgyhogy jó helyen vagyok. Marian, az Ircikon nevének az ötletgazdája is ön volt, és a tavalyi fesztiválon az egyik aktív főszervező. Akkor az volt a cél, hogy a város ikonikus helyszínein a leginkább ikonikus helyi közösségek, intézmények bemutatkozzanak. Emellett, azért, hogy a bakonyiaknak még inkább vonzó legyen az esemény, a hazai zenei élet ikonikus alakjait is egy színpadra állította ez a rendezvény. Előtte évtizedekig nem volt arra példa, hogy ekkora fesztivált tarthattak volna Zircen. A múlt évben ez a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatása révén valósulhatott meg. Újra részt venne az Ircikon Fesztiválon a tavalyi résztvevőknek a 97%-a. Az elégedettségi kérdőívet kitöltő 500 néző válaszai szerint a résztvevők túlnyomó többsége ráadásul meghívná egy következő hasonló eseményre az ismerőseit. A tavaly szerzett tapasztalatokra építenek idén is? Üdvözlöm a hallgatókat! Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy idén is lesz Ircikon, és hogy a neve is megmaradt. Akárhogy is alakul majd a rendezvény jövője, egy kicsit mindig a saját keresztgyerekemnek tekintem, ezért sokat jelent nekem a sorsa. A kérdésre a válasz mindenképpen. Fontos az itt élők véleménye, igényeik, elvárásaik, aktivitásuk. Ez a tavaly megszerzett tapasztalatok, valamint a rendelkezés álló büdzsé adta meg a keretet az idei Zircikonhoz. Tavaly 12 helyszínen több mint 50 programot kínáltak a látogatóknak, 22 fellépő, színvonalas műsorának tapsolhatott a közönség, 5 nagy koncerten is ezrek-ezrek bulisztak együtt. A szervezésből és a lebonyolításból tavaly mintegy 60-an vették ki részüket, és csaknem 80 önkéntes segítette munkájukat. Idén is lesznek önkéntesek, ezt már tudjuk, idén 4 nagy koncert lesz, de lesz egy plusz DJ műsor, ami egy különlegesség, hiszen a városiak által megszavazott Zirci 40-es toplistára felkerült számokat játsszák le. A részletes programot hallgatóinknak, olvasóinknak már ismertettük a Napló honlapján, a veol.hu-n, és egyes elemeit külön is ajánlottuk, tehát erre most annyira nem térnénk ki. Amiről viszont szeretném kérdezni Mariant, az egy nagyon érdekes program elem, nem is szokásos egy fesztiválon, vagy egy kulturális programon. 3D nyomtató bemutatója keretében hűtőmágnest lehet készíteni. Ez hogyan és miért került fel a rendezvény palettájára? Mi történik majd itt, ha majd oda megyek a nyomtatóhoz? Önmagában már a 3D technika is egy csoda. Nem csak a fiatal generációt, de az idősebbeket is megérinti ez a vívmány, hiszen hihetetlen dolgokat lehet vele alkotni. A látványos bemutató mellett nem is volt kérdés, hogy az Ircikon rendezvény ideje alatt Zircikon logó hűtőmágnes készüljön, Horváth Norbert közreműködésével, az ő szakértelmével, tudásával, hozzáállásával ez egy garantáltan sikeres programerem lesz. Ez egy egyedi emléktál lesz végül is, ami ott elkészül a bemutatót követően, amely hazavihető, kitehető, akár el is ajándékozható. A lényeg, hogy az interaktív élmény a 3D nyomtatás izgalmas világának felfedezése mellett létrejön egy maradandó kreatív alkotás is, amely az Ircikonhoz kötődik. A nagy érdeklődésre való tekintettel arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy a programra előzetes regisztráció szükséges az irckultura@gmail.com címen.
Tehát akkor megláthatjuk a tervezés folyamatát is, meg azt, hogy hogy gyártja le ez az érdekes készülék, szinte bármilyen formát, amit megfelelőképpen megterveznek. Így van, de még egyszer mondom, hogy ezen a bemutatón most az Ircikon logó lesz készülő. A fókuszban, tehát az fog készülni. Hát igen, csak ugye ebből a fiatalok igen, de egyébként bármi, tehát az hihetetlen ebben a technikában, hogy tulajdonképpen bármi kinyomtatható. A Bakony fővárosának történelmi szempontból fontos pontjai lesznek idén is az Ircikon helyszínei. Ezeket augusztus 18 és 20 között ingyenesen vagy kezdeményesen lehet megtekinteni. Persze ezeket a fesztivál után is felkereshetjük, de épp ezért érdemes rájuk felhívni a figyelmet. Akadnak köztük ismertek és kevésbé ismert kincsek, értékek is. Például beszélhetünk az apátság kiállításairól, az agrárműszaki emlékek gyűjteményéről, a Reguli Múzeum évkiállítása díjas tárlatáról, a Reguli Verzumról, a Rákóczi térről, a Bakonyi Természettudományi Múzeumról, a Kis templomról, a Műemlékkönyvtárról, az Arborétumról, a Királyteremről, a Vöröstoronyról, a mai bazilika elődjéből, a régi templomból megmaradt oszlopról, ami a város címerre is rákerült. Hú, most nagyon sok mindent felsoroltam, de én ezeket már mind megnéztem, miután 2 éve költöztem Zircre, és nem szabad egyiket se kihagyni. Melyikkel kezdjük, és kihagytam-e valami fontosat a sorból, mert még nem vagyok törzsgyökeres. Már a felsorolásból is látszik, hogy Zirc rendkívül gazdag történelmi múlttal, páratlan kulturális örökséggel és természeti csodákkal rendelkezik. Úgy gondolom, mindenki találhat érdeklődési körének, éppen a hangulatának megfelelőt. Talán most mégis azokra hívnám fel elsősorban a figyelmet, amelyek kifejezetten az Ircikon ideje alatt érhetők el. Ilyen például az apátsági 2 koncert, ugye Kapitány Ténes Orgona művész 25 éves jubileumi koncertje, és Palásti Máté gitárművész koncertje. Egy pillanat csak a hallgatóinknak, hogy ráadásul a Kapitány Dénes, aki ugye a bazilika orgonistája már 25 éve, a koncert is egy különleges helyen lesz, ahol ő mindig játszik, az Irci Ciszterci apátság bazilikájában. A másik koncert pedig, ha jól tudom, egy szabadtéri, hangulatos. Így van, így a van. A díszudvarban, az apátság előtt. Így van, díszudvar. Arról lesz a Palásti Máté is, nem először jár már Zircen egyébként, ő is egy rendkívül népszerű gitárművész, latin ritmusokat, és egyébként egy nagyon kellemes koncert hangulatot fog ő is oda varázsolni. De folytasd, bocsánat, igen. Na, tehát visszatérve még az apátsághoz, hogy a 2 koncerten kívül, ugye azt arra is felhívnám a figyelmet, hogy a Szent Bernát ünnepén, tehát 19-én a bazilika egész nap ingyenesen látogatható, illetve azt is szeretném elmondani, hogy a méltán közkedvelt Huszár Lőrinc atya ezüst miséje augusztus 19-én szintén megismételhetetlen és egyszeri alkalom lesz. Az tehát azon 11 órakor kezdődik. Így van, tehát azt is ajánlanám az érdeklődők figyelmébe. Illetve lesz még a Tiszudvaroni Népi Játszóház is, ami szerintem meg a gyerekek számára lesz majd rendkívül izgalmas. Aztán, ha tovább megyünk, akkor a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak a Rákóczi tér 3-5 alatti közművelődési termében kifejezetten ebből az alkalomból nyílik meg egy időszaki kiállítása, amely 18-án 14-től 18 óráig látogatható. A téma is igazán különleges, egzotikus ízeltlábúak. A föld legnagyobb és legkülönlegesebb ízeltlábúit mutatják be a látogatóknak ingyenesen. Aztán lesz alkalom várostörténeti sétára és kézműves foglalkozásokra való részvételre és a Reguli Múzeum jóvoltából. Az országosan is egyedülálló agrárműszaki emlékek gyűjteménye augusztus 18-án 10-től 18 óráig ingyenesen látogatható. Ezt azért is érdemes kihasználni, mert a gyűjtemény látogatása eléggé korlátozott Rábai József korábbi állatvezető nyugdíjba vonulása óta, tehát akik szeretnének, most éljenek ezzel az alkalommal. Itt is egy picit hagyd vágjak közben, erről kevesebbet tudok. Ez miért érdekes? Ugye azért Zircről az apátság jut eszünkbe, de ez a gyűjtemény nagyon különleges, és az Zircnek az egyébként az ipari meg a bányász történelme is érdekes, hogy itt miket látni ebbe a gyűjteményben, néhány példát vagy érdekességet. Ez egy nagyon egyedülálló gyűjtemény, vannak a Dunántúlon egyedülálló, tehát ami sehol máshol nem látható, és vannak országos és olyan nemzetközi ritkaságok is, amit máshol nem lehet felfedezni. Gyakorlatilag azért nem múzeum nevet visel, és azért is látogatható ingyenesen, mert ez az iskola kezdeményezésével egy, még annak idején Dombi Feri bácsi, rá
Lábai József. Így van, így van. Ők rakták össze ezt a gyűjteményt, rendkívül gondozott, nagyon, nagyon szép, és nagyon érdekes. Tehát sokan nem tudnak róla, én többször jártam már ott magánemberként is, meg hivatalosan, vendégekkel is, és mindenki megdöbbenve tapasztalja, hogy maga a név, hogyha valaki mezőgazdasági dolgok után annyira nem érdeklődik, talán nem tűnik vonzónak. És amikor bekerül oda ebbe a kiállítási helyszínre, akkor úgy rádöbben, hogy idézi a múltat, a gyerekkorát, a nagyszüleit, a különböző emlékeit, és olyan megállnak az emberek, úgy az élet is megáll egy pillanatra ott, mert kicsit visszamegyünk a múltba, és én éppen ezért szeretem a hangulatát is, és mondom még egyszer, hogy nagyon-nagyon értékes, különleges erőgépeket, mezőgazdasági eszközöket láthatunk ott, úgyhogy... Itt jöhetünk mindig rá, hogy már az elején is mennyire praktikus, nagyon ügyes szerkezeteket állítottak össze, amit a mai technika csak jól továbbfejlesztett. És ezek mindig egy kicsit csodák az emberi elmének a Hogyne. És még tovább színesíti ezt a kiállítást, hogy az is a szakközépiskolában végzett diákok vizsgamunkáiból is, ami kapcsolódik ehhez a témához, ugye mezőgazdasági gépszerelőket is képeztek ott, tehát azokból is fellelhetőek a legjobban sikerültek. Úgyhogy többféle szempontból is ajánlanám, hogy aki ezt még nem látta, mindenképpen nézze meg. Egyébként a kiállítás látogatható, csak azt kell arra érteni, amit mondtam, hogy korlátozottabb, hogy egyrészt régebben is úgy volt, hogy csak iskola időben, és akkor is, amíg a tanműhely nyitva van. Tehát nincs ott külön porta, vagy külön, aki ezt ott kezelné, és amíg Lábai József aktívan dolgozott, addig tényleg szinte egy telefonkérdése volt, és ő rendelkezésre állt. Most ez már nagyobb szervezést igényel, és nem biztos, hogy egy fő, vagy két fő esetében ez mindig megoldható. Tehát inkább előzetes bejelentkezést és csoportost mindenképpen kell. Így van. Tehát nem lehetetlen, de az biztos, hogy most 18-án viszont meg lehet tenni, úgyhogy így biztosra lehet menni. Látom, mi az, amit ajánlanék? Igen, hát természetesen az összes látnivalónkat ajánlanám azoknak, akik még nem jártak Zircen, hiszen mindegyik értékes és lenyűgöző. A helyieknek, a közelben élőknek és a visszatérő vendégeknek pedig mindenképpen az előbb felsorolt egyszeri az Zircikon idején annak részeként elérhető programokat, látnivalókat ajánlanám. Én azt gondolom, hogy aki benne dolgozik a szakmában, az biztos, hogy egy kicsit a marketing szempontok szerint is ajánlja ezeket a zirci értékeket, de én azért szeretném az embert is megszólítani, hogy mi esetleg a személyes kedvence, vagy ami jobban megérintette, és miért azt ajánlaná? A kedvencre az egyszavas válaszom, hogy mindegyik. Mindegyik másért kedves és különleges. Turisztikai szakemberként a város turizmusát népszerűsítve nem is mondhatnék mást, úgy gondolom. Nem lenne igazságos bármelyiket is kiemelnem. De ha megenged egy-két személyes példát, az alátámasztja, hogy melyik miért a kedvencem. A bazilikában volt az esküvőnk 36 éve. A gyönyörű templom belső minden egyes alkalommal megidézi bennem azokat a boldog pillanatokat, amit akkor ott átéltünk. Illetve Kapitány Ténes orgona hangversenyeinek és az Ircivárosi Vegyeskórus karácsonyi koncertjének is nagy rajongója vagyok. A vörös toronyból elém táruló látvány mindig nagy hatással van rám. Ezt hadd mondjuk el, hogy ez a monostor épületének a tetején van egy gyönyörű terasz. És nem régóta látogatható, mert előtte csak bizonyos eseményekkel, nagyon korlátozott létszámmal, például a múzeumok éjszakáján, tehát tudták ezt lehetővé tenni, de most a vörös torony is, sőt, még van egy újabb attrakciós elem, a királyterem is látogathatóvá vált. Hát jó, egy nagyon hangulatos csiga lépcsőt is érdemes megmászni ezért. Így van, mindenképpen megéri a látvány miatt. Az arborétummal kapcsolatos legszebb emlékeim azok, amikor napi szinten sétáltam ott első gyermekem meg Grétával, aki jókat aludt a friss levegőn, én meg olvastam, pihentem addig az árnyas fák alatt. A Bakonyi Természettudományi Múzeum állandó látogatói voltunk a kislányaimmal és az unokatestvéreikkel is, évente többször is felkerestük, mert annyi csoda bújt meg a tálatokban, hogy mindig fedeztünk fel valami újat. Emlékszem, lányai minden alkalommal kiválasztották az éppen aktuális kedvenc kristályukat, vagy erdei állatokat. Ma is szívesen nosztalgiázunk erről.
Az agrárműszaki emlékek gyűjteményével kapcsolatban is van személyes élményem, ugyanis anyósom Ausztráliában élő rokonai, ahányszor hazatérnek, mindig meglátogatják a gyűjteményt, mert még az ő valamikori gazdaságukból is felelhetőek ott gépek és eszközök. Na, tessék, ezért hogy különösen kötődik családunk ehhez az egyedülálló kiállításhoz. A Reguli Múzeumhoz pedig az egyik aktuális személyes kötődésem, hogy itt van az irodám, ahol szeretek dolgozni, nagyon szép a múzeum környezete, az udvar, és nagyon büszke vagyok az év kiállítása díjat nyert Reguliverzumra, valamint az ügyes kézművesekre, akik az alkotóház példaértékűen berendezett műhelyében kápráztatnak el tudásukkal, kreativitásukkal, kézügyességükkel. Szóval tulajdonképpen nagyon sok mindenre vagyok büszke. Ugye eszembe jutott, hogy ugye maga a Reguli Múzeumnál az épület is egy nagyon értékes történelmi egy épület, mert ugye úgy tudjuk, hogy a legpontosabb információk szerint a Reguli itt született, és a, ugye hát Dubnicai háznak is nevezik, tehát a volt apát kanonok, az itt élt. Igen, igen, hát ez egyik legrégebbi épülete, és hát ez tükrözi is a helyreállított állapot is, tehát tényleg gyönyörűen nagyon felújított. Így van, így van, így van. Na, szóval folytassam még, vagy sikerült meggyőznem a választ? Arról nagyon szerintem nagyon jól meggyőztük az embereket, hogy érdemes eljönni Zircre, az Ircikon Fesztiválra is, más hétvégén is. Arra kíváncsi lennék, hogy itt a turisztikai referensként szerzett tapasztalatai szerint mi az, amit a távolabbról ide látogatók tudnak Zircről, anélkül, hogy felkészültek volna, tehát valahol hallották, van egy benyomásuk, és mi az, amit nem tudnak, de viszont nagyon érdemes lenne meg is menni, vagy itt aztán rájönnek, vagy elmondják nekik, hogy érdemes megnézni. Ez azért vetődött fel bennem, hogy van-e tapasztalat arról, hogy mi az általános híre Zircnek, mi az, ami eljutott messzire, mi az, ami kevésbé. Mert én 2 éve költöztem ide, ez egy 6,5 ezres lélekszámú bakonyi kisváros durván, de szerintem annyi kincse van, ilyen történelmi értéke, története, épülete, műemléke, akár egy nagyvárosnak. Közben meg a túrázók paradicsoma. Hát, amit mindenképpen tudnak Zircről, az a ciszterci apátság tornyai, azok ugye messzire látszanak, felkerültek már jóval korábban az ország turisztikai térképére, de például kevesen ismerik Reguli Antalt, Zircire szülöttét, annak munkásságát. Aztán a híres ciszterci arborétumot ismerik, de csak kevesen a majer és szarvas horgásztavak, valamint a Pintérhegyi parkerdő tanösvénynek az idillikus környezetét. Ezek a városon, például a Pintérhegyi parkerdő az egy városon belüli túrahely. Így van, így van. Azt is tudják sokan, hogy a város központjában található 0 kilométertől indulnak a magas bakonyt átszelő kék, piros, zöld, sárga túraútvonalak. Ez az úgynevezett bakancsos oszlop, nagyon jól így néz ki. Van, így van, az országos kék túra, a Mária út nyomvonala áthalad a városon, de nem tudják elegen a helyiek által nem véletlenül kijelölt túraútvonalakat, mint például a Pintérőt, Kőkapu 10, Szarvaskút 15, vagy a Reguli 35 emlékutat. Erre is felhívnám a figyelmet. Továbbá kiemelném az egy-egy témához kötődő, jobbára az erős, befogadó civil közösségeink közreműködésével létrejövő hagyományőrző rendezvényeket, mint például a Zirci Folk, vagy a Bakonyi Mustra, vagy az Egyházzenei Kórus Találkozó, Reguli Nap, Márton Nap, és még sorolhatnám reggelig, amelyek felvillantják rendkívül színes és példátlan kulturális értékeink gazdagságát. Sokan nem tudják, de nem sokára ez változni fog egy nyertes pályázatnak köszönhetően, hogy a barokk kis templom mellett található királyi udvarház romjai történelmi jelentőségükkel emelik Zircet a figyelem középpontjába. A 10. századi fa templom, amely egykor itt állt a közép-európai kereszténység egyik első építménye volt, valamint első András király itt hunyt el az által alapított udvarházban. Tehát ennek európai és országos szinten is nagy történelmi jelentősége van, úgyhogy hamarosan majd sokat fognak hallani ilyen szempontból is Zircről. Ez nagyon jó, én ismerem ezt a helyet. Van ott azért ennek emléktáblája, meg tudjuk róla, de hogy elmondjam a Zircen kevésbé járóknak, hogy ez milyen érdekes, hogy ez annyira közel van a 82-es főúthoz, ami átmegy a városon, és Zircen keresztül köti össze a Balatonnal, Veszprémmel, és ráadásul még egy benzinkút is van ott, tehát
ez az útvonal mindig egy fontos útvonal volt, de azért érdemes kiemelni ezeket a régi emlékeit is. Így van. Mindenki. Érdemes megállni a 82-es. Így van, ideális helyszínen is van, tehát ugye, ahogy elmondta, könnyű ott megállni, parkolni is, és érdemes is. Ha valamit esetleg kihagytam volna, akkor ajánlom a turizmus.cirsz.hu magyar és angol nyelvű honlapot, ahol a teljes kínálat megismerhető. Azt is tudják, hogy nyugodt vidék, csend van, jó a levegő és az ivóvíz, de aki még nem tapasztalta meg, hogy milyen vendéglátók a bakonyiak, az nem is tudja, mit hagyott ki. Az Ircikonon, az Irc 40 főzőversenyén és a vendéglátó helyeken ebből is kaphatnak ízelítőt az ide látogatók. Ezúton is buzdítok mindenkit, hogy jöjjön ez Ircre, és ne csak az Ircikonra, hanem az év bármely évszakában, hiszen a bakony szíve és környezete mindig csodálatos, mindig tartogat valami felfedezni valót. Nagyon szépen köszönöm, én csak egy valamit szűrtem le, azon kívül, hogy biztos, hogy elmegyek az Ircikon több eseményre, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, mert még a városnak egy kicsit a külvárosi értékeiről nem is esett szó, de most hagyjuk is, majd folytatjuk. Köszönöm szépen. Rendben van, és mindenképpen legyen folytatás, és köszönöm szépen a lehetőséget.